Pajk Melitta vagyok, gyógytornász, humánkineziológus, sportrehabilitációs szakember. Ma az ízületi gyulladásról, annak kialakulásának okairól, következményeiről fogunk beszélni. Az ízületi gyulladás kortól, nemtől, edzettségi állapottól függetlenül bárkinél kialakulhat. Általában a teherviselő ízületeknél, a vállnál, a térnél, a csípőnél alakul ki, de nagyon gyakran a túlhasznált ízületeknél, mint például a csukló, vagy pedig az ujjaknál is kialakulhat. Kellemetlen tünetei vannak, de fontos, mert ez egy jel a szervezetünktől, hogy van egy gyulladásunk, van egy regenerációs folyamat, amit kéne hagynunk, hogy végbe menjen, de nem tudjuk, mert folyamatosan használjuk az adott ízületet. Ilyenkor kivesz minket a funkciókból, és próbálja ezt a regenerációs folyamatot elindítani. A gyulladás tünetei, amelyek segítik, hogy a regeneráció elindulhasson, az alábbiak. Duzzanat, pirosság, hőmérsékletnövekedés, fájdalom és mozgásból való kiesés. Számos oka lehet, hogy kialakul egy ízületi gyulladás. Állhat a háttérben valamilyen autoimmunbetegség, valamilyen más krónikus megbetegedés, esetleg túlhasználat, nem megfelelő használat, vagy pontosan, hogyha egyáltalán nem használjuk az adott ízületet, amiatt is begyulladhat. Két változata van, az akut, illetve a krónikus. Akutról akkor beszélhetünk, hogy adott pillanatban nagyon fáj, és a tünetek nagyon fokozottak, krónikus, amikor elhúzódnak a tünetek, és folyamatosan több hónapig, évekig akár fennállhat. Ahhoz, hogy megértsük az ízületi gyulladást, először meg kell értenünk azt is, hogy miből áll egy ízület, hogy milyen alkotó részei vannak, milyen funkciói lehetnek. Egy ízületnek vannak állandó alkotó részei. Ilyen a két ízesülő csont, ami a találkozási felszínen porcot növesztett. Ez azért alakul ki, mert hogyha esetleg a csontrészek összeérnének, ami nem lehetséges egyik ízület esetében sem, akkor ne a csontszövet sérüljön, hanem a porcszövet kezdjen el kopni, felmaródni. Van egy ízületi rés, ami a két csont között található, ebben található az ízületi folyadék. Az ízületi folyadékot, hogyha megfognánk, akkor egy nyálkás tapadós anyagot éreznénk az ujjaink alatt, ez arra való, hogy bezsírozza a mozgásunkat. Ezen kívül magát az ízületet védi kívülről egy ízületi top, egyrésztről megvédi a mechanikai sérülésektől, másrésztről pedig szabályozza a mozgását. Ahol azt szeretnénk, hogy jobban tudjon mozogni, ott rugalmas lesz, ahol pedig szeretnénk, hogy ne mozogjon abban az irányba az ízület, ott rigiddé fog válni. Az ízület stabilizálását biztosítják még a szalagok is, amik körbeveszik, összekötik a különböző csontvégeket. Rengeteg receptor található benne, ami a két csontvég közötti kommunikációt fogja segíteni. Ezen kívül itt vannak még az inak is, ami pedig az izom, illetve a csontvégek közötti kommunikációt segítik. Ezek voltak az állandó alkotó részek, de vannak járulékosok is. Előfordul az, amikor a két csontvég nem megfelelően, nem tökéletesen illeszkedik egymásba, de mégis a mozgást létre kell, hogy hozzuk. Ilyenkor különböző kis porckorongok, meniszkuszok, diszkuszok alakulnak ki az ízületi résbe a két csontvég között, és ez fogja segíteni a két csont egymáson való elgördülését. Ezen kívül találhatóak nyáktömlők is, ami az ízületi folyadéknak a termelését, a tárolását biztosítja még pluszban. Az ízületekben minden esetben van egy elmozdulás. Ezt az elmozdulást a 0 fokos neutrális helyzetből kell elindítani. A 0 fokos helyzetet, ha emlékeztek, az előző posztunkban a helyes testtartásnál már átbeszéltük, hogy milyen. Ha nem emlékeznétek pontosan, milyen is a helyes testtartás, nézzétek meg a korábbi videónkat, ahol ezt áttárgyaltuk. Milyen elmozdulások vannak az ízületben? Beszélhetünk hajlításról, nyújtásról, forgatásról, távolításról, közelítésről, illetve az egésznek az összehozataláról, a cirkumdukcióról. Az ízületet nem csak a mozgás alapján tudjuk csoportosítani, hanem esetleg a résztvevő csontszámok, vagy pedig az elmozdulás tengelye alapján is. Ezáltal beszéltünk egytengelyű, kéttengelyű, vagy akár többtengelyű ízületről is. Ahogy korábban említettem, az ízületi gyulladásnak vannak fő tünetei, amiket figyelni kell. Hogyha a tünetek közül 3 minimum megvan, akkor valószínűsíthető, hogy ízületi gyulladásunk van. Mik is ezek a tünetek? Az első lesz a hőmérséklet növekedés, forró lesz az adott terület. Ez azért alakul ki, mert a gyulladás miatt egy helyi károsodás alakul ki, itt az itt lévő sejtek, szövetek megsérülnek, ami ellen a szervezetünk próbál védekezni. A nyirokkeringésen keresztül immunsejteket fog oda küldeni a szervezetünk, amik bekebelezik ezeket a károsodott elemeket. Egy a baj, hogy a nyirokkeringésünknek nincs motorja, tehát a szívünk nem tudja hajtani, hanem például az izmok működése és az őket körülvevő vénás visszaszívástól fog tudni áramolni. Ezáltal nagyon lassan fogja kimosni itt a károsodott elemeket. Ha nagyon lassan tudja kimosni a károsodott elemeket, akkor az fog történni, hogy felhalmozódnak ott, ezáltal az ott lévő folyadék nem fog megfelelően átáramolni, és be fog pangani. Ha bepang, akkor elkezd forrósodni.
Ez a bepangás okozza egyébként a duzzanatot is. Ezt úgy képzeljük el, hogy van egy szűk terünk, amiben a károsodott elemek, amiket bekebeleztek az immunsejtek, felrakódnak és elzárják ott a teret, és ezáltal meg fog duzzadni. A sérülés alatt, illetve felett folyamatosan bepang a folyadék, próbál magának teret növelni, ezért beduzzad az adott terület. Van már három tünetünk. Gondoljunk bele, forró az adott testrészünk, be van duzzadva, illetve fájdalmat is jelez. Meg is van a negyedik tünetünk, mert fáj, duzzadt, forró, ezért nem akarjuk majd mozgatni, ki fog esni a funkciójából. Ha nem mozgatjuk, akkor egy mozgásbeszűkülést fogunk ott tapasztalni, hiába el fog múlni a gyulladás, akkor sem fog megfelelően működni az adott ízület. Az ízületi gyulladásnak vannak nem tipikus tünetei is, mint például a láz, az étvágytalanság, a gyengeség, a levertség, illetve a fejfájás. Hogy mitől is alakulhat ki az ízületi gyulladás, lehet valamilyen más betegség a háttérben, autoimmunbetegség, cukorbetegség, vérnyomás probléma például, de előfordulhat akkor is, hogyha például sportoláskor nem megfelelő súlyt használunk, vagy hogyha túlzottan terheljük az adott ízületet, illetve lehet érzelmi háttere is. A túlterhelésből létrejövő ízületi gyulladás akkor jön létre, hogyha nem megfelelően használjuk az adott ízületet. Általában ez akkor alakul ki, hogyha hirtelen például munkát váltunk, és az eddigi munkák helyett most már mindig a laptop előtt kell ülnünk, gépelnünk. Ilyenkor nagyon gyakori, hogy a csukló vagy a könyökünkbe gyullad, és a jól ismert golf vagy teniszkönyök kialakul. Két fajtája van az ízületi gyulladásnak, ami a túlterhelés miatt jön létre. Az egyik az abszolút, a másik pedig a relatív. Abszolút ízületi gyulladásról akkor beszélhetünk, hogyha például felkészületlenül futunk neki egy maratonnak. Volt előképzettségünk hozzá, edzettünk is, de mégsem megfelelően terheltük. Képesek leszünk lefutni a maratont, de utána jelentkeznek az ízületi gyulladásnak a tünetei. Relatív ízületi gyulladásról akkor beszélhetünk, ha például terhelünk, megszokottan ugyanazt a kettlebellt használtunk, majd egyik percre a másikra úgy gondoltuk, hogy váltunk egy súlyt, vagy pedig egy mozgásformát, és elkezdjük azt folytatni. Ilyenkor a szervezetünk nem tudja felfogni ezt a változást, és ezért egy gyulladással ad nekünk egy intőjelet, hogy állj, most meg kell állnod, változtatnod kell vagy a mozgásformán, vagy a terhelésen, vagy pedig az intenzitáson. Van egy ember, aki eddig sosem sportolt. Gondol egyet, hogy ő már mindenképpen fit szeretne lenni, és ezért mindent meg fog tenni. Normál esetben, hogyha ezt jól megtervezni, akkor konzultálna egy gyógytornásszal, egy dietetikussal és egy edzővel, aki ellátná hasznos tanácsokkal, hogy az adott állapotának megfelelő terhelést kiválaszthassák, vagy akár a sportmozgást is. Ezzel szemben a gyakoriságban az fordul elő, hogy lemegy a konditeremben, meglátja a súlyokat, és elkezd vele csak saját kútfőből dolgozni. A szervezete megint jelet fog küldeni, hogy nem jól használod az ízületedet, túlterheled, elkezdtek kopni ott a szövetek, és ezáltal nem megfelelő lesz az izom egyensúly, az ízületi egyensúly a szervezetedbe, és egy stoppot akar neked mondani. Ilyenkor begyullad az adott ízület. Leggyakoribb, amikor azt gondoljuk, hogy mi képesek vagyunk például egy nagyobb súllyal válból kinyomást csinálni, holott még sem a könyökünk, sem a csuklunk, de akár még a válizületünk sem elég stabil ahhoz, hogy ezt a súlyt megtartsuk. Be fog gyulladni a válunk, nem tudjuk megfelelően mozgatni, és csak azért, mert nem megfelelően terheltük magunkat, nem volt megfelelő edzésfelépítésünk, ki is eshetünk a mozgásból 4, akár 6 hétig is. Ha túlterhelésből adódik az ízületi gyulladás, akkor fontos, hogy megtaláljuk az okot, hogy mi is ez a túlterhelés, amit elvégeztünk, és ami miatt kialakult ez a kórkép nálunk. Ha azt tapasztaljuk, hogy a sportolás közben vagy amiatt alakult ki az ízületi gyulladásunk, akkor fontos, hogy tervezzük újra az edzésünket. Vegyünk vissza a súlyból, vegyünk vissza az intenzitásból, és konzultáljunk egy edzővel, vagy akár egy gyógytornásszal, akivel megbeszélhetjük azt, hogy mi miatt is alakulhatott ki, volt egy ízületi instabilitásunk, vagy még nem volt megfelelő erőnk ahhoz, hogy azt a feladatot elvégezzük. Ízületi gyulladásunk kialakulhat akkor is, ha túlsúlyunk van. Ezt úgy kell elképzelni, mintha folyamatosan azt a túlsúlyt cipelnénk magunkkal, azzal élnénk, azzal dolgoznánk, azzal sportolnánk is. Érdekesség, hogy már 5 kg túlsúly 36%-kal megnöveli a térdünkben a porckopásnak, illetve az ízületi gyulladásnak a kialakulásának a lehetőségét. Túlsúly esetén az ízületünk úgy érzi, hogy folyamatos mechanikai sérülés ártalom éri, hiszen az ízületi felszínek egyre közelebb lesznek egymáshoz, nyomja össze a testünket az a túlsúly, amit magunkkal cipelünk. Nem beszélve arról, hogy még sportolunk közben. A porcnak egyébként megvan a saját anyagcseréje. Folyamatosan kopik, hiszen használjuk, de terhelésre visszatermelődik.
Mégis, hogyha túlterheljük, akkor ez a kopás sokkal erőteljesebb lesz, felmaródni fog, fog recsegni az adott izületünk. Ilyenkor fájdalmas lesz, megint megjelenik a duzzanat, és kiesik a funkciójából, tehát egy izületi gyulladás lesz jelen. Nem utolsó sorban a túlsúlyunk miatt adott zsírtöbletünk meleg ágya egyébként a baktériumok, illetve a fertőzéseknek, és ez fokozhatja az izületi gyulladásunknak a súlyosságát is. Bármelyik típusról is van szó, fontos, hogy kezeljük a kialakulásának az okát. A szervezetünk mindig jelet küld nekünk egyébként, hogy ki fog alakulni egy gyulladás. Elkezd fájni, elhúzódik az izomlázunk, ami normál esetben 2-3 napig tartana, most akár egy hétig is érezhetjük. Jobban recseg az izületünk, úgy érezzük, hogy instabil. Az a baj, hogy nem figyelünk általában ezekre, és mindig az utolsó percben kapunk észbe. Mit is csinálhatunk, hogyha el szeretnénk kerülni az izületi gyulladást, vagy hogyha már kezd kialakulni? Az első és a legfontosabb, mozogjunk. A WHO által elfogadott norma az, hogy minimum heti 3-szor 30 percig egy mérsékelt intenzitású mozgást végezünk. Ez lehet egy gyaloglás, egy gyors gyaloglás, vagy akár egy konditermi edzés is. Ettől azért egy picivel többre van szükségünk, mert ez csak a normál funkcióknak a fenntartására elegendő, ahhoz, hogy fittek legyünk, egészségesebbek, és a mozgásszervünk is megfelelően működjön, többet kell mozognunk. Ha tudjuk, hogy az adott izület fájdalmas, törekedjünk rá, hogy ne essen ki funkciójából, próbáljuk meg a teljes mozgás tartományában mozgatni, figyeljünk arra, hogy kisebb súlyt használjunk, vagy akár a mozgásformát váltsuk át egy könnyebb verzióra. Mozgás mellett figyeljünk arra is, hogy testtartásunk mindig helyes legyen, hiszen ezzel fogjuk segíteni, hogy a neutrális helyzetből tudjanak az izületek mozogni, ne legyenek instabilak ezáltal. A mozgás mellett használhatunk különböző spréket, kenőcsöket, gyógyszereket, fontos, nem szteroid készítményeket, amelyekkel a gyulladást tudjuk csökkenteni. Itt megemlíteném azt is, hogy a gyulladás, ahogy említettem, egy intőjel a szervezetünk részéről, hogy regenerációra van szükség. Ez fogja elindítani magát ezt a rehabilitációs folyamatot a szervezetünkbe. Ha mi beszedünk bármilyen gyógyszert, ami ezt le fogja csillapítani, akkor a gyulladásnak, a regenerációnak ugyanúgy végbe kell mennie, csak el fogjuk húzni. Tehát fontos az, hogy mindig olyan készítményt szedjünk be, ami nem tompítja el teljesen ezt a kellemetlen érzést, tehát ugyanúgy fog fájni, gyulladt lesz, pirosabb lesz, hőmérséklete is fokozottabb lesz, de mégis a funkciójából nem fog kiesni az izület, ezáltal mozgatni tudjuk. Használhatunk egyébként gyógyszerek helyett különböző kiegészítő terápiákat is, mint például a kineziotépet, a flossingot, az SMR hengert, vagy akár jegelhetjük is az adott területet. Fontos a jegelésnél az, hogy ne telibe jegeljük, tehát amikor kiveszünk a fagyóról a zöld borsót, akkor ne tegyük rá teljesen, mindig alkalmazunk egy meleg terápiát is mellé. Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy fogok egy 2 literes üveget, megtöltöm csap meleg vízzel, és ebbe teszek jégkockákat. Így teszem rá az gyulladt izületre, megvárom azt, míg a jégkockák elolvadnak, így kihasználom a víznek a termokémiai hatását, hogy átveszi a jégtől a hideget, le fog hűlni, ezáltal fogja az adott izületet folyamatosan hűteni és csillapítani a kellemetlen tüneteket. Illetve használhatunk különböző táplálékkiegészítőket is, amelyek nem csak abban segítenek nekünk, hogy rehabilitálódjunk, hanem hogy megelőzzük az izületi gyulladás kialakulását. A leghatékonyabb izülettámogató táplálékkiegészítőszerek tartalmaznak kondroitin szulfátot, glukozamint, MSM-et, illetve kollagén. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, kövessétek a csatornánkat, ne felejtsétek el, a kis csengőt jelöljétek be, és akkor mindig frissen értesülhettek a legújabb videóinkról, témáinkról. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Biotech USA, the feeling of success.